Na, hello mindenki, Tiki volt, és ez itt a This War of Mine következő epizódja. És az előző epizódban, ha jól emlékszem, Pavle meggyilkolt egy idős embert azért, hogy kilútolhassa az öregasszony házát. Majd ott hagyta a nénit meghalni. Valószínűleg meghalni egyébként. A néniről nem tudunk továbbiakat, és a vicces az, hogy úgy beszélünk róla, mint hogyha Pavle, vagy Pavel, nem tudom a nevét, mint hogyha ő tette volna, de abszolút mértékben én csináltam. Viszont észrevettem, hogy minden egyes napon, vagyis hát a legtöbb alkalommal az embereinknek a biójába történik egy-egy új bejegyzés, amit az előző epizód végén nem néztünk végig, úgyhogy ezt most gyorsan meg is tesszük. Tehát ugye tudjuk, hogy Pavle sportoló volt, D2-ben, szegény fickó, hogyha tudtam volna neki adni egy kis kaját, akkor mindenképp megtettem volna. De az a helyzet, hogy másokról is gondoskodnom kell. Ugye ez volt a csávó, aki kajáért könyörgött az égőházban. D3, ugye ez volt az előző éjszaka. Azt tettem, amit tettem, mindannyiunkért. Tudom, hogy ez borzasztó, és ezzel együtt kell már élnem a továbbiakban, de háború van. És emiatt eléggé szomorú is, szegény Pavle. Bruno azt mondja az éjszakáról, hogy ha Pavle ölt, akkor nagyon valószínű, hogy nem volt más módja. Csak ez volt a megoldás. Tehát ő bízik bennünk, és ő nem is érez így igazából semmilyen szomorúságot ezzel kapcsolatban. D2, Kátya. Együtt kell maradnunk és segítenünk egymáson. Minden más esetben az ugyanannak az embernek a sorsára jutunk, akivel Pavle találkozott a második éjszakán. D3. Most komolyan mindenkit meg fogunk ölni, aki az utunkba áll? Képesek leszünk ezzel együtt élni? Tehát ő megkérdőjelezi ezt a döntést. Viszont az ő sztoriában ugye van egy új bejegyzés a mai napon. Ugye az ő családja az eltűnt, amint ezt megtudtuk, és azóta is őket keresi. Ő sokkal többet volt ezen a környéken, mint bármilyen barátja vagy családtagja. Találkozott híres emberekkel, és az olvasók mindenre kiterjedőnek és viccesnek tartották az interjúit. De amikor megpróbálom leírni az élményeimet, akkor megragadok valahol. Meg akarom találni a családomat, írni róluk. Bárcsak gyakrabban láthatnám őket. Ezt mondja Kátya. Tehát igazából nem történt semmiféle előrelépés a történetében, csak úgy unblock szomorú. Mivel ő álmos, őt lefektetjük aludni. Bruno csak szimplán éhes, úgyhogy ő kap kaját. Mondjuk, hogy ő főzzön valamit. Egyúttal Pavlénak is főzhetne, viszont őt leküldjük, megnézzük, hogy milyen fejlesztéseket tudunk csinálni a házon. Ma is egy picivel hűvösebb lett, mint eddig volt. El kell majd gondolkodni, szerintem a játék egyébként oda fog szépen lassan kifutni, hogy hideg lesz. Úgyhogy valamiféle fűtést majd mindenképpen kell csinálnunk. Csináljunk egy csapdát. Nem tudom, mit mondtam előzőleg. Tudom, hogy az előző epizódban nézelődtem itt a építhető dolgok között. Ja, azt kell elmozgatni. Viszont most inkább azt mondanám, hogy próbáljunk meg a kajára ráfeküdni. Az állatcsapdát lakáson belül kéne elhelyezni?
Csak nem. Hogy ez patkánycsapda lenne? Nem szeretnék patkányt enni. Igen, te főzzél valamit. Egy adag főtt kaját tudunk csinálni. Vagy nem. Csinálunk még gyújtóanyagot. És így már tudunk két adag kaját csinálni, vagy két egyadagosat. Inkább a két egyadagos lenne talán a jó ötlet. Csináljunk mind a háromunknak kaját, akkor csinálunk még egy gyújtót. Valaki segítségre szorul. Hello. Nem hello. Megcsináljuk Brunóval a három adag kaját. Pavel. Beszélgess az úriemberrel. Safe people, ments meg embereket egy összedőlő épületből. Hála az Istennek, hogy itt vagy. Egy bomba eltalált egy épületet az utca végén, és emberek ragadtak a romok alatt. Kérlek, segíts kihúzni őket onnan. Minden kéz számít. Szervezünk egy ilyen rögtönzött kórházat a sebesülteknek az én otthonomban. Van néhány ágy és mindenféle orvosi felszerelés. Segítesz? Persze. Segítsünk a bajba jutott embereknek, hát ha adnak cserébe majd valami. És akkor Pavle így el is ment itthonról. Bruno most jól van. Bruno most jól van, úgyhogy nézzük meg, hogy mit tud ez a ketrec. Bruno örül annak, hogy segítünk az embereknek. Szerinte ez a helyes döntés. Örülök neki, hogy így gondolod. Kátya bár még nem tud róla, mert alszik. De ő is úgy gondolja, hogy jó, hogy segítünk a szomszédainknak, mert ők is ezt tennék, értünk. Ennek örülök, hogy mindenki így gondolja. Aha, és csalétket tudunk belerakni. Rakjunk bele egy paradicsomot. És akkor egyszer csak ez majd ide vonz valamilyen állatkát, amit el tudunk fogni. Viszont ez igazából ennyi, úgyhogy szerintem ezt a napot be is fejezhetjük. Van nekünk egy kátyánk, meg egy Brunónk. Kátya éhes, de egyébként semmi más probléma nincs vele. Úgyhogy Brunót meghagyjuk, hogy gárdoljon, és elküldjük kátyát scavengelni. Mit? Supermarketben van veszély, ott figyelni kell. Elmegyünk megint a Shell Cottage-ba, mert ott hagytunk mindenféle nyersanyagot, és ott nem kell nagyon figyelnünk arra, hogy veszélybe kerülnénk. Úgyhogy szépen kilútoljuk ezt az épületet, és megyünk haza. Hűtőben hagytunk-e valamit? Hagytunk. Akkor azt is visszük szépen magunkkal.
Kis patkány közben rohangál körülöttünk, nagyon barátságos ez a környék. Igen, azt nem tudtuk kinyitni. És igazából tele is az inventorink, úgyhogy még azt tudtuk átkutatjuk, hát ha valami értelmes van benne. De ezt az éjszakát így rövidre is fogjuk inkább. Fegyvert még úgysem tudunk kraftolni. És az inventorunk tele van, úgyhogy megyünk is innen. Haza. Kátya hazatért. De mi a helyzet Pavellel? Ötödik nap. Pavel is hazatért, és segített néhány embert kimenteni. Király! A kátya, amivel álmos... Pavel nagyon álmos, akkor ő menjen aludni az ágyba, miután evett egy levest. Az ő bívója nem tartalmaz új bejegyzést. Úgyhogy te menjél aludni, kátya simán csak éhes. Te egyél, aztán leülhetsz majd a székre. És Bruno is éhes. Veled most nem fogok tudni egyelőre mit kezdeni szerintem. Maximum annyit, hogy folytasd a főzést. Valaki érkezett az ajtóhoz. A... Kátya. Kérdezzük meg, hogy ki az. Mert miért ne? Te pedig folytasd a főzést, légy oly kedves. Csinálj nekünk egy adag kaját. Két emberes adag, de tíz. Hello. Ó, lehet kereskedni. Nem. Van-e valami érdekes az úriembernél? Van nála töltény, de egyelőre fegyverünk az nincs. Moonshine, ami egy alkohol. Van nála kávé. Cigi. Szintiszta alkohol. Meg kaja. Vegyünk tőle kaját. Nézzük meg, hogy mennyiért tudunk kaját venni. Adok érte egy darab gyógyszert. Adok neked még... gyógynövényt, kaphatsz cukrot. Ennyi cukrot. Ez szerintem nekem megéri. Aztán lehet, hogy majd kiderül, hogy nem. Mondom, te folytasd a főzést, please. A mondó vagyok, hogy csináljunk egy metal workshopot, mert azt sem tudom, hogy micsoda. Viszont ide lentre az is szépen elfér. És megnézzük, hát ha tudunk vele csinálni majd... lockpicket a szekrényekhez. Ami egészen hasznos lenne majd az éjszakai scavengelésekhez is. Meg még itt a házban is van egy... kettő szekrény, meg kettő ajtó, amit nem tudunk kinyitni.
ha minden igaz, akkor ezeket nem tudjuk. Csak azt nem tudjuk ki, mi ezt megnyitottuk. Mit lehet? Ne! És köszönöm, hogy rosszul vagyok az irányítástól. Így is van, itt tudunk egy crowbart csinálni, vagy lockpicket csinálni, vagy ásót csinálni, vagy kést, mint fegyver. Viszont mindegyikhez hiány vagyunk a komponentnek. Úgyhogy a következő éjszaka szerintem komponent vadászatba fogunk indulni. Viszont ez már csak a következő epizódban fog megtörténni, ugyanis ezzel elérkeztünk ennek a videónak a végéhez. Ha tetszett, akkor mindenképpen nyomjatok egy lájkot, de persze nyugodtan diszlájkolhattok is. Mi pedig találkozunk egy következő epizódban. Sziasztok!